Ad Astra. Barátunk és kollégánk tiszteletére a Parallaxis Univerzum, a Bakonya Csillagászati Egyesület és az UPRA, Universal Platform for Robotics and Aerospace, május 27-én bocsájtja fel az Ad Astra magas légköri ballont. Amennyiben digitális üzenetet szeretnétek feljuttatni, azt május 19-én éjfélig tehetitek meg a bakonyiche@gmail.com e-mail címre történő levélküldéssel. Most ez érdekes, ugye? Tehát, hogy ez üzenet, tehát, hogy egy kicsit azért bontsuk, hogy igazából ez a ballon, ez magával visz valami adathordozót, és ugye az a lehetőség, amit a NASA is ezerszer csinált már, hogy ezért küld el a nevedet, meg az üzenetet a Holdra, meg minden, viszont kifejezetten Claudia emléke előtt tisztelegve lehet küldeni most az emlegetett e-mail címre, és akkor az fölmegy. De miért is? Tehát ez egy tudományos kísérletet hajt végre, ugye, a ballon? Így van. Így van, szóval nem ez a fő feladat, hanem egy ilyen multispektrális kamerát tesztelnek az UPRA-sok, ami majd az űrbe is elmegy, de most még egyelőre a stratoszférába validálják, hogy jól működik-e az rendszer, és hát ez elég menő, de igazából azt olvastam, hogy igazából nem feltétlenül csak szöveges üzenetet lehet küldeni, hanem képfájlt is. Wow. Tehát aki Claudiát ki... Lehet, hogy ez fake news, nézzétek meg minden esetre, például a Bakonyi Csillagászati Egyesület vagy a Parallaxis honlapján, de igazából én úgy tudom, hogy képfájlt is lehet küldeni, nyilván ne legyen túl nagy, mint hogy Klau, mint tudjuk, ugye egy pedagógus volt, ezért például biztos a szívének kedves lenne, hogyha például szkennelt gyerekrajzok nem nagy felbontásban fölmennének a világűr határára. Úgyhogy bárki, akit valamilyen módon inspirált Klau, tudjuk, hogy több ezer ilyen ember létezik, az ne habozzon, és a bakonyiche@gmail.com-ra még május 19-éig éjfélig küldje be. Éjfélig, így van. Hát igen. Szerintem ezt tetszene neki. Az biztos, az biztos.